Csak pár pillanat és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Breyer Péter. A Pirkadat mai vendége... Németh Szilárd, a Magyarországgyűlés tagja, a Fidesz alelnöke és a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Breyer Péter vagyunk, szép napra virrattunk, hisz 5780 áfhavának első napja van, új holdat hirdettünk este, tehát roshódes van. A polgári időszámítás szerint 2020. július 22-ét írunk, és ha minden igaz, szerda van. Üdvözlök minden Magdolna utó nevű nézőnket, és mindenkit, akinek ma van a születésnapja, házassági évfordulója, avagy azokat a lányokat, asszonyokat, akik éppen utódaiknak adnak életet. Ahhoz, hogy túléljük ezt a mostani helyzetet, azt kéne, hogy tegyük, hogy használjuk nem a szájkosarat, hanem ezt, amit az órunk elé teszünk, és betartjuk a 2 méteres fizikai, szociális távolságot, és akkor nem lesz semmi bajunk. Nézzük akkor, hogy a bankok mennyire akarják, hogy mi ezt túléljük. Az euró középárfolyama 3,4978, míg az angol font 3,8577. A híradónkban, aki az időjárásról lemaradt volna, annak megismétlem. A várható időjárás 18 Celsius foktól 28 Celsius fokig várható a hőmérséklet. Öltözenek rétegesen, figyeljenek oda folyadékháztartásukra, most nyissák ki az ablakot, engedjék be a friss levegőt, és hallgassák beszélgetésünket Németh Szilárddal. Az elmúlt napokban, a múlt hétvégén lent járt a határoknál. Újabb és újabb migránsok indulnak el, most már nem csak a Közel-Keletről, hanem Fekete-Afrikából is. Ha jól értettem a sajtótájékoztatóan elmondottakat, akkor most már még nehezebb, hisz ezek között a migránsok között, illetve a jobb jövőjére elindultak, vagy hívjuk, aminek akarjuk. Emberek között nagyon sok a beteg ember is, aki a Covidot elkapta, és nagyon könnyen áthathatja mi nekünk is. Hogy védekeznek a katonák, hogy ne legyenek, illetve rendőrök semmiféle kapcsolatban ezekkel az emberekkel, illetve hogy tudjuk kivédeni ilyen sok határon egyszerre a kéretlen emberek beérkezését? Talán a mai napon a Nándorfehérvári diadal napján, ugye 2011 óta, az 550. évforduló óta ezt a napot a Nándorfehérvári diadal napjának jelölte az országgyűlés. Nem árt arról sem beszélnünk, hogy egy kicsit hasonló helyzet, mint akkoriban. Most is a határunk, és a Nyugat-Balkán a kulcsa Európa békéjének és biztonságának. És ugyanakkor egy nagyon erős katonai támadásnak voltunk kitéve, amikor Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Kapisztrán János vezetésével a magyar és a szerb csapatok meg tudták védeni a várat, és akkor 70 évre megakadályozták, hogy a török, az akkor nagyon nagy erőben lévő török birodalom az újabb támadást intézzen hazánk és Európa ellen, a keresztény Európa ellen. Nem véletlen van a déli harangszó. Ez minden nap emlékeztet bennünket erre a nagyszerű. Tehát nem csak ma emlékezünk, diadalra, hanem minden nap délben. És most is a keresztény Európát meg kell védenünk. Ön pontosan jól vázolta a helyzetet. Most már nem kizárólag egy fegyveres támadástól, vagy egy biztonsági problémától, egy közbiztonsági problémától, nevezzük terrorizmusnak ezt a problémát, kell védekeznünk, hanem itt az új járványnak az árnyékában bizony azt tapasztaljuk, illetve erre vannak, ez nem csak egy sima ilyen face-to-face tapasztalást jelent, hanem bizony a vizsgálatok azt mutatják, hogy nagyon komoly számban vannak fertőzöttek, akik Európába be akarnak jönni. Hát nem véletlen, mert azokról a területekről jönnek, ahol ezek a világgócok kialakultak, és ahol egyáltalán nem tudják kezelni. Tehát nincs megfelelő egészségügyi rendszer ennek a kezelésére. Jól látjuk, hogy Törökország, amely pedig egy katonai és gazdasági nagyhatalom,
Az első védekezés arról szólt, hogy kienged a börtönből azokat az embereket, akik a legkeményebb rabok voltak, azt azok rögtön Európa felé vették az irányt. Vagy hát Iránban ugyanezt történt. És ez itt nem 5-600 emberről van szó, hanem több tízezer börtönlakóról. Úgyhogy ez egy nagyon kemény probléma, fönn kell tartanunk Európa határait, külső határait, mi ennek mindig eminensen megfeleltünk. Főleg azóta, amióta ugye 2015-ben elszenvedtünk azt a 400 ezeres támadást, ami Európát rajtunk keresztül érte, ugye lerohanták az országot, és akkor az országgyűlés Fidesz-KDNP többsége és a magyar kormány Orbán Viktor vezetésével meghozta azokat a jogi műszaki, és ha úgy tetszik, határrendészeti, határvédelmi, élőerős határvédelmi intézkedéseket, aminek következtében ma Magyarországon egyetlen egy illegális migráns sem tud átmenni. Ezeknek hát a különkiadásoknak Védjük a keresztény Európa határait úgy, mint ahogy Hunyadi János 564 évvel ezelőtt. De mi egy klubnak vagyunk a tagja, ezt a klubot úgy hívják, hogy az Európai Unió. Az Európai Unió ezeknek a költségeknek hány százalékát fedezte? Eddig azt hiszem, hogy talán pontosan nem tudom megmondani, de talán 1%-át, vagy még annyit se. Nagyon nagy pénz, több mint 500 milliárd forintot költöttünk eddig határvédelemre, és egész egyszerűen az a kettős mérce, amivel hozzááll ehhez a kérdéshez Brüsszel, az felháborító és megengedhetetlen. Ugye minket a schengeni szerződés eleve köt arra, hogy a schengeni határokat tartsuk fent. Tehát ez egy Európai Uniós szerződés, és mi ennek a lehető legmesszebb menőkig eleget teszünk. És pont ez a probléma, mert ott Brüsszelben azok a migránsbarát politikusok, akik megvannak arról győződve, hogy Európának meg kell változtatni az összetételét, a kultúráját, azok pont ennek az ellenkezőjét képviselik. Hát nem véletlen jönnek ide a határhoz. Tehát nem csak úgy van, hogy gondol egyet valaki, és akkor na, menjünk már Európába. Hát ezeket biztatják. Hát ott Brüsszelben azok a hangok, amik arról szólnak, hogy jöjjenek nyugodtan, mert itt szükség van rájuk, meg ide majd úgy is beengedjük őket, meg ha jönnek, akkor majd valami kvóta szerint szépen szétosztjuk az egész csapatot. Erre én azt hiszem, hogy teljesen már mindegy, azt mondtuk, hogy nem. Szóval ez valami teljesen elképesztő. Ugyanakkor Európa meg elszenvedi ezeknek a politikusoknak, meg a döntéseiknek, meg hát ugye a civil szervezetekről is beszéljünk, amelyek összejátszanak az embercsempészekkel, és nyomják rá Európára. Én Dávke most nem a civil szervezetekről szerettem volna beszélni, hanem szerettem volna megoldani egy gordiuszi csomót. Na. Hatalmas összegeket fogunk fordítani most a hadsereg fejlesztésére. Ez a határvédelem miatt kell, vagy a NATO-ba vállalt szerepünk miatt, hisz hatalmas leopárd küldemények érkeznek, és egyéb járművek. Ezekkel könnyebb lesz megvédeni a határt, vagy egyáltalán biztosítani kell egy ütőképes védelmi hadsereget? Hát ennek a legfőbb célja Magyarország szuverenitásának, függetlenségének a biztosítása, a magyarországi béke, belső béke fenntartása, a magyar emberek biztonságának és szabadságának a szolgálata. Tehát ezért kell, nem másért. Az összes többi az eszköz. Eszköze erre az, hogy mi a NATO tagjai vagyunk, és egy nagyon erős, a világ legerősebb katonai szövetségében tehetjük ezt meg. Ott persze természetesen annak a szövetségnek megvannak a maga feltételei, ezt is teljesítjük. De a magyar érdek az elsődleges. Akkor, amikor a hadsereg fejlesztéséről beszélünk, mi nemzeti hadseregben gondolkodunk, egy olyan hadseregben, amely ennek a nemzeteknek általában nemzeti hadseregeik vannak. Így van. Nemzeti így védelmi hadsereg. Így van. És tehát 2002 és 2010 között pont egy ellentétes gondolkodás volt. Hát erről leszoktatták az embereket. Megfelezték a katonák számát, bezártak 20 laktanyát, bezárták a katonai egészségügyi intézményeket, katonai oktató intézményeket, kollégiumokat, eladták a fegyvereket, elszórták a fegyvereket, a katonák lézengtek. Nem lehetett tudni, hogy aki elmegy katonának, miért megy el katonának. Volt 17 tartalékos katona, ennek az ellenkezője zajlik most az Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében, és éppen ennek ékes bizonyítéka, hogy tegnap este, a késő esti órákban megérkezett az a 4 Leopard 2 A4-es harckocsi, amely Tatán fogja szolgálni azt, hogy ezeken a harckocsikon tanulók, azok föl tudjanak készülni majd az A7-eseknek a legmodernebb, abból 44-et vásárolt Magyarország, azoknak a üzemeltetésére, működtetésére. Szomszédánk nem fogják azt hinni, hogy éppen hadat
kívánunk üzni. A szomszédaink ugyanígy egyébként fejlesztik a saját hadseregüket, mint mi, tehát mindenki gondoskodik arról, hogy a saját biztonságát a saját maga hadseregével tudja garantálni. Arról volt szó, hogy az ország gazdaságát lendületbe tartjuk. A vírus után a gazdaság is megbicsaklódni tűnt. Éppen ezért lehetőségét nyitottak arra, hogy azok az emberek, akik valamiért munkanélkülévé váltak, ám megfelelnek a katonai életre, közel 1000 vagy 3000, nem emlékszem a pontos számra, felvételt nyerjenek, és egy kiképzés után, hogyha megfelelnek, maradjanak. Hol tartunk a maradókkal? Az élet újraindításának, a gazdaság visszaállításának a kulcsa az a munkahely. Tehát a 2008-as gazdasági válság után, amikor 2010-ben az ország úgy döntött, hogy Orbán Viktornak fogják hívni a miniszterelnököt, és a Fidesz-KDNP megkapja azt a szükséges felhatalmazást, amivel rendet lehet itt tenni, akkor ez már egy sikeresen véghez vitt program volt. Akkor is azt mondtuk, hogy egy munkaalapú gazdaságot kell építeni, amely a munkahelyteremtésen, a foglalkoztatottságon, az adócsökkentésen kell, hogy alapuljon, és a családokat kell helyzetbe hozni, a magyar családokat. Tehát hány katonánk van? Most ugyanez van, és a Magyar Honvédség ebben az állami munkahelyteremtési programban vesz részt, ezzel az úgynevezett speciális önkéntes tartalékos lehetőséggel. 3000 hely van jelen pillanatban, ami ez alapján betölthető. Július 1-én indult az első etap, ha úgy tetszik, azok az emberek már a kiképzésen vannak, és egész jók az elmúlt 3 hétnek a visszajelzései ebben. Innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt bő negyed órában Németh Szilárd, a Fidesz parlamenti képviselője, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára, parlamenti államtitkára volt vendégünk. Nem volt időnk beszélni a Csepeli Gerinc útról, de jövő héten, amikor jön, akkor ott folytatjuk. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Most előzetesek, és már is érkezik a Hungary Helps vezetője, Asben Trisan államtitkár. Tartsanak velünk!